Méhészek nélkül nincsenek méhek, méhek nélkül nincs beporzás, beporzás nélkül nincs mezőgazdaság. Az élelmiszergyártás 76%-a függ a méhektől. Ha nem tiltja be a bizottság azonnal a harmadik országokból érkező mézbehozatalát, 600 ezer európai méhész megélhetése kerül még idén veszélybe. A Kínából és Ukrajnából érkező olcsó és többnyire hamisított készítmények kiszorítják a piacról az európai termelők jó minőségű mézét. 2022 óta Ukrajnából korlátlan mennyiségben lehet behozni mézet. Ezek döntő többsége szintén kínai hamisítvány. Ráadásul nem tartják be a szigorú EU-s állategészségügyi szabályokat sem. A mézhamisítás hatalmas veszteséget okoz az európai méhészeknek. A megmentésük érdekében felszólítom a bizottságot, hogy azonnal tiltsa be a méz importját, illetve tiltsa meg az európai méhészek jó minőségű mézének keverését más készítményekkel. Rövidesen benyújtjuk az eszélyző indítványunkat, ehhez kérem az önök támogatását, és a bizottságtól pedig kérem az azonnali intézkedést. Köszönöm.